6,8 milliárd forintból fejleszt Fehérváron a Szapa, ezzel 120 új munkahelyet teremt majd a városban. A beruházást ma délelőtt jelentették be Budapesten, egy új présüzemet építenek a megyeszékhelyen, új generációs elektromos autókhoz készítenek majd megmunkált alumínium alkatrészeket, törésálló ötvözetet. Szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak mindezért a támogatásért, amit nyújtottak a Szapa Székesfehérvári üzemében megvalósult új technológia bevezetéséhez. Mindössze 10-12 évvel ezelőtt jött létre az üzemünk egy egyszerű gyártó létesítményként. Az egyetlen cél az volt, hogy minél többet, minél olcsóban állítsunk elő. És ez az egyetlen komoly versenyelőnyünk az olcsó munkaerő volt. Tudtuk azonban, hogy Magyarország nem marad örökre ilyen alacsony költséggel jellemzett ország, és már 2007-ben a Szapa arra számított, hogy stratégiaváltásra van szüksége Magyarországi üzemben. A fókusz átkerült a volumenről az értékre, és noha a cég hivatalos kutatóközpontja a központ mellett Skandináviában található, a helyi magyarországi műszaki csapat számos új ötvözetet és új folyamatot alakított ki, amelyek az autóipar jövőbeni igényeit voltak hivatottak kiszolgálni. Jelentős igénynövekedést tapasztaltunk az elmúlt években az autóiparból, különösen azon termékek területén, amelyekre összpontosítunk. Ennek az oka az e-mobilitás. És hát ez most van elterjedőben, itt az elektromos autókra és a hibrid autókra gondolok. Ezeknek az autóknak komoly mennyiségű alumínium és extrudált elemekre van szüksége az akkumulátorhoz, illetve a könnyű alkatrészek biztosításához. Például egy normál autóban 19 kilónyi extrudált alkatrész van, de a kis BMW-ben, a elektromos BMW-ben már 50 kiló ilyen van, és egy prémium sportautóban pedig 220, tehát 10-szer ennyi alumínium alkatrész van. És noha tudtuk azt, hogy ezeket az alkatrészeket Székesfehérváron elő tudjuk állítani, egy valami hiányzott, ez pedig egy erősebb, nagyobb présgép volt, és amikor a Szapa úgy döntött, hogy Közép-Európában alakítja ki ezt a gyártókapacitást, akkor meg kellett győznünk a központunkat, hogy ezt a nyom a présgépet Magyarországon helyezzék el. Ebben sikerrel jártunk, annak alapján, hogy vagy arra alapozva, hogy a magyar tím megfelelően szakképzett, illetve támaszkodva a magyar kormány támogatására. Most nagyon örülök annak, és büszke vagyok arra, hogy számos új munkahelyet sikerült kialakítanunk Székesfehérváron. Ezen kívül a magyarországi üzem maradt a vezető a magas technológia területén. Az új présüzem a legfejlettebb technológiát jelenti, és új fejezetet nyit a cég eddigi magyarországi tevékenységének történetében. Erről már Szijjártó Péter beszélt, szólt arról is, hogy a világgazdaság radikális átalakulásában új technológiákat vezetnek be. Az átalakulás pedig részint az autóipar vezérli, mely a magyar gazdaság gerincét adja. A miniszter szerint jó esély van rá, hogy idén az autóipar termelési értéke meghaladja a rekordnak számító 8000 milliárd forintot. Ma már nincsen vita abban a kérdésben, hogy a világgazdaság az radikális átalakuláson megy-e keresztül, vagy sem. Igazgató úr is említette, amikor az első magyarországi beruházásaikról szóló döntést hozták, azt még azért hozták, mert Magyarország, ahogy fogalmazott, egy low cost, tehát alacsony költségekkel járó ország volt. A mai beruházási döntés az pedig már egy egészen mások miatt szól Magyarország mellett. Ez világosan mutatja, hogy a világgazdaság, és azon belül a világgazdasági szereplők is, így az országok is jelentős mértékben átalakulnak, át kell, hogy alakuljanak. Ugyanis olyan új technológiák kerülnek bevezetésre az ipari tevékenységek során, amely technológiákról régebben nem is álmodhattunk volna, ma pedig már a mindennapi használat részeivé válnak.
Ugye a press, ez volt az a szó, amit említett igazgató úr, ami ebben az esetben nem a sajtót jelenti, hanem egy présüzemet. Kétségtelenül jó sajtor van szüksége egy vállalatnak ahhoz, hogy beruházásokat hozzon egy országba, de talán ez így önmagában kevés. De egy új présüzem Magyarországra hozatala egy új dimenziót nyit meg a SZAPA magyarországi tevékenységében. És azért is fontos Magyarország szempontjából ez a radikális világgazdasági átalakulás, mert ezt a világgazdasági átalakulást azok az iparágak vezénylik, amely iparágak magyar gazdaság gerincét adják. És ezen új technológiák és radikális átalakulás miatt egy új versenyhelyzet jött létre a világban. Egyrészt az ipari szereplők között, akik azért versenyeznek, hogy melyikük tudja leggyorsabban kifejleszteni az új technológiákat, vagy melyikük tudja azt alkalmazni. Az országok meg azért versenyeznek, hogy az ehhez szükséges beruházásokra hol kerüljön sor. És Magyarország számára ez az új globális gazdasági verseny rendkívül fontos, ugyanis ezt a globális átalakulást az autóipar vezényli. Az az autóipar, amely a magyar gazdaság gerincoszlopa, és amely az idei esztendőben, ha minden jól megy, egy óriási rekordot fog megdönteni Magyarországon. Soha nem volt még olyan, hogy a magyar autóipar termelési értéke elérte volna a 8000 milliárd forintot. A tavaly évben már megközelítette, és az idei esztendőben erre reális szansunk van, ugyanis egy 2%-os növekedést követően az autóipar termelési értéke az első fél évben 4127 milliárd forint volt, tehát jó szansz van arra, hogy az idei esztendő végére 8000 milliárd forintot haladja meg az autóipar termelési értéke Magyarországon, ezer gazdaság történeti rekordot állítsunk fel. A növekedési potenciált jelzi, hogy fél év alatt 11%-kal nőtt az ágazatban foglalkoztatottak száma, 168 ezeren dolgoznak ma az autóiparban, és világosan mutatja a magyar autóipar versenyképességét, hogy 92%-a mindannak, amit Magyarországon előállítanak, az exportra megy. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, az autóipar forradalmian új korszakát az elektromobilitás és az önmagukat vezető autók piacra kerülése jelenti, és éppen ezért élesedik a verseny, hogy az ehhez szükséges beruházásokra hol kerüljön sor. Magyarország eddig komoly sikereket ért el ebben az éles nemzetközi versenyben, amely sikereket persze nem adták ingyen, ehhez Európa legalacsonyabb társasági adójára van szükség, ehhez Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadójára van szükség, ehhez arra van szükség, hogy kutatás-fejlesztési alapú költségvetési támogatásokat adunk, és ehhez szükség volt az zalaegerszegi tesztpálya építésének elkezdésére is. És a mai napon itt most a SZAPA jóvoltából egy újabb magyar sikerről adhatunk önöknek számot ebben a forradalmian új autóipari beruházásokért zajló globális versenyben. A norvég tulajdonosi háttérrel rendelkező SZAPA a világ egyik vezető autóipari beszállítója. És most a SZAPA úgy döntött, hogy az új generációs elektromos autókhoz készített, magas hozzáadott értéket képviselő, megmunkált alkatrészek gyártása itt Magyarországon fog történni. Igazgató úr is elmondta, az elektromos autókhoz sokszorosa kell az alumínium alkatrészeknek, mint a hagyományos autóknak. Ezeket az alapvetően alumínium alkatrészeket a SZAPA itt Magyarországon fogja gyártani, szerkezeti elemekről, törés álló ötvözetekről van szó. A székesfehérvári beruházás értéke 6,8 milliárd forint. Ez a 6,8 milliárd forintos beruházás 120 új munkahelyet hoz létre, és Magyarország kormánya ehhez a beruházáshoz 1,15 milliárd forintnyi készpénz támogatást biztosít, tekintettel arra, hogy ez a beruházás jelentősen erősíti Magyarország pozícióit az elektromos autógyártásra történő átállás időszakában az autóiparon belül. 6,8 milliárd forintos beruházás, tehát 120 új munkahely, 1,15 milliárd forintos kormányzati támogatás, ezek a legfőbb számai ennek a beruházásnak.
Szeretném önöknek elmondani azt is, hogy ezt a beruházást egy nagyon komoly regionális versenyben nyertük el, Székesfehérvár, a SZAPA magyarországi vezetői és a kormány együttműködésének köszönhetően. A SZAPA ugyanis a világ 40 országában 100 üzemet tart fenn, így aztán volt bőven jelentkező erre a mostani beruházásra is, és hogy a siker még édesebb legyen, a regionális vetélytársaink elől sikerült ezt a beruházást elhozni. Hogy ne nevezzem meg, hogy ki voltak beruházásért folytatott versenyén a vetélytársaink között, csak a tegnap esti kosárlabda mérkőzésre szeretnék visszautalni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a SZAPA olyan nagy autóipari vállalatok beszállítója, mint az Audi, a Jaguar, az Aston Martin vagy a Porsche. Éves szinten 6 milliárd eurós árbevétellel rendelkezik globálisan, 22.450 főt alkalmaznak. Csak azért szerettem volna mindezeket elmondani, hogy világossá tegyem, hogy a SZAPA Magyarország melletti döntése milyen komoly jelentőséggel bír. És a SZAPA eddig Magyarországon szintén olyan tevékenységet folytatott, amely a nemzetközi versenyképesség felől nem hagyott kérdőjelet, mutatja az a tény, hogy amit Székesfehérváron előállítanak a SZAPA gyárban, annak 89,5%-a exportra kerül. Tehát a mostani beruházás a magyar gazdaság export teljesítményét is minden bizonnyal növelni fogja a jövőre nézve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy részint ügyvezető igazgató úron keresztül, részint pedig polgármester úron és képviselő úron keresztül magyar kormány köszönetét fejezem ki annak az 1500 magyar embernek, akik jelenleg a SZAPA alkalmazásában állnak Székesfehérváron, hiszen nyilvánvalóan az ő eddigi jó teljesítményük, odaadó és szorgalmas munkájuk nélkül ez a beruházás nem került volna a Székesfehérvárra. A fehérvári fejlesztéshez a kormány 1 milliárd 150 millió forintnyi támogatást biztosít. A város nevében Cserpalkovics András polgármester mondott köszönetet, beszédében kiemelve egy olyan partner döntött most a város mellett, mely a társadalmi felelősségvállalásban is élen jár. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak miniszter úron keresztül Magyarország kormányának azért, hogy egyrészt olyan gazdasági jogi környezetet teremt, adójogi környezetet teremt ebben az országban, ahol érdemes befektetni, és ahol úgy döntenek cégek, hogy újabb és újabb beruházásokat valósítanak meg. Egyúttal pedig azt gondolom, hogy a város nevében is illik ilyenkor köszönetet mondani azért a támogatásért, ami nélkül nagy valószínűséggel ez a beruházás nem Magyarországot, és azon belül pedig nem Székesfehérvárt választotta volna. És engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a SZAPA-nak azért, hogy ezt a reményeim szerint közösen mondhatjuk, hogy helyes döntést meghozva Magyarországot és Székesfehérvárt választotta. Azért is örülünk ennek, hiszen mindig minden beruházásnak, munkahelyteremtésnek van jelentősége, de egy város számára, egy város közössége számára mindig kiemelkedő jelentőségű az a beruházás, amit olyan partner valósít meg, akkor hosszú ideje tevékenykedik már nálunk. Hiszen ez azt jelenti, hogy nem egy megelőlegezett bizalomról van már szó, hanem egy tapasztalati tényeken működő jó együttműködésről. Egy olyan együttműködésről, amely a win-win szituáció tekintetében mindenki számára előnyös, és mind előnyös, ezért érdemes is a folytatásra. Köszönetet mondunk azért is, mert ezzel a összegszerűen is komoly beruházással, nagyon komoly technológiai váltással új technológia is érkezik a SZAPA-ba és Székesfehérvárra, ami mindenképpen egy közös kihívásunkat, a város 21. századra történő felkészítését szolgálja egy fontos partnerünk tekintetében. Köszönet természetesen az új munkahelyekért, de azért is, hogy az elmúlt években nehezebb időszakokban is kitartottak a munkaerő mellett, segítették a családokat az ő egzisztenciális boldogulásuk tekintetében, és élen járt ez a cég a munkabérek emelése tekintetében is az elmúlt esztendőkben, és így van ez 2017-ben is, ezt is szeretnék megköszönni. És azt is, hogy egy olyan partner döntött Székesfehérvár mellett, remélem, hogy azért, mert ezt az országot és ezt a várost minden szempontból nagyon biztonságosnak, és ezáltal egyébként a befektetésre érdemesnek tartja, amelyik a társadalmi felelősségvállalásban is mindig kivette a részét. Ne felejtsük el, hogy korábban ugye Jégkorong csapatunk névadó szponzora is támogatója volt, és azóta is oktatásunknak nagy támogatója, a duális képzésnek és a szakképzésnek is támogatója. Ezt külön szeretnénk megköszönni. Jó munkát kívánunk a beruházás megvalósításához, és hát miben bízhatunk közösen, hogy lesz még ilyen beruházás a SZAPA Székesfehérvár és a kormányzat vonatkozásában a közeljövőben is. A SZAPA fehérvári gyára 5 alumínium sajtoló gyártósorral, többféle felületkezelési technológiával, több mint 200 megmunkáló géppel,
Európa legnagyobb sajtolóüzemének számít. A vállalat nagy gyártó közvetlen alkatrészbeszállítója, mint az Audi, a Jaguar, az Aston Martin vagy a Porsche. Éves árbevétele eléri a 6 milliárd eurót. Globálisan több mint 22 ezer dolgozót foglalkoztat, Magyarországon pedig mintegy 1500 alkalmazottjuk van.